Tóth Kristóf vagyok, 15 éves, és az RCM Motorsport Rallycross versenyzője. Apukámat egész pici korom óta elkísértem versenyekre, és már akkor nagyon megtetszett az egész autósport. És 2015-ben elkezdtem egy junior kategóriás Suzuki-val menni rallycrossban. Onnantól gyakorlatilag azóta 6 éve minden évben megyünk. És akkor mostanra sikerült összehozni ezt a Hankook Racer Cup bajnoki címet. Ami szerintem az erősségem volt a 2021-es évben, az, hogy bajnok lehessek, az az, hogy tudok stabilan komfortzónán kívül autózni, de ugyanakkor tudom, hogy mikor kell visszavenni és a biztos pontokra autózni. A Honda képesség felmérőjén abszolút jól éreztem magam. A visszajelzések jók voltak, egy-két feladat volt, amiben volt pár hibám, de attól függetlenül abszolút mindenki azt mondta, hogy ez jó és jó eredményeim születtek. Otthon nagyon sokat szimulátorozunk a barátainkkal, de inkább felkészülés céljából, tehát a szimulátoros része a felmérésnek nagyon tetszett. Sajnos ezt az emberek kevesen értik, de ez az autósport nem csak kormánytekergetésről szól, hanem abszolút a felkészülésről, és minél felkészültebb valaki, nyilván annál jobb autóversenyző lesz belőle. És ezért fontos, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon felkészült legyek egy versenyre. A Honda együttműködés abban tudna nekünk nagyon sokat segíteni, hogy gyakorlatilag valóra váltsuk az álmainkat, és komolyabb nemzetközi kategóriákba is eljussak, mint például a Rallycross Super Car VB vagy ilyesmit.